és a kétoldali szülőkért, pénteken este elhunyt pásztor Jánosért halálának 12. évfordulóján, és feleségért Juhász Erzsébetért halálának 33. évfordulóján, szombaton este a Szent Misét templomunk élő jótevőért, testi-lelki segítségükre ajánlom fel, jövő vasárnap este a Szent Misét a II. Világháború bujáki áldozatainak lelki üdvéért ajánljuk fel. Májusi litániák templomunkban hétfőtől szombatig, esténként 17:30-tól, vasárnap délután 3:45-től lesznek, ezekből csak a szombati és a vasárnapi ünnepélyes szentséges litánia, a hétköznapokon a kedves testvérek maguk végezzék el a litániát. A Váci Egyházmegyei Zsinat soron következő ülése csütörtökön este 6 órától ezúttal itt Bujákon lesz a művelődési házban. A püspök úr vezetésével ide érkezik az esperesi kerület papsága és hívei, ezért nem csak az egyháztanács tagokat, hanem minden érdeklődő kedves testvért várunk csütörtökön este 6 órára a művelődési házba, a zsinatra. Ifi klub szombaton délután 3:45-től a plébánián, szombaton este a mise után énekkar. Mivel jövő vasárnap Kisbágyonban lesz az első áldozás, ezért jövő vasárnap a kisbágyoni és a bujáki szentmisék időpontjai felcserélődnek. Tehát Kisbágyonban lesz a mise délelőtt 11 órakor, és Bujákon lesz este 6 órakor. És természetesen a májusi litánia is előtte 17:30-kor fog kezdődni jövő vasárnap. Dr. Kispé János házi orvosunk adományként a saját költségén helyreállítja a templomkert hősök emlékművén korábban összetört II. Világháborús bujáki áldozatok emléktábláját. Ennek felavatását és megáldását jövő vasárnap este, a mise után, rövid ünnepség keretében tartjuk a templomkertben. Tavaszi plébániai kirándulásunkra Szegedre jelentkezni csak a sekrestyében lehet május 10-éig, azaz jövő vasárnapig, a 3500 forintos részvételi díj befizetésével együtt. Az Úr legyen veletek! És a veletek! Urunk Jézus Krisztus, Te a hozzád jövő gyermekeket magadhoz ölelted, és kezedet fejükre téve megáldottad őket, azt mondottad, engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké a mennyek országa, ezeknek angyalai, színről színre látják a mennyei atyát. Kérünk, tekints ezeknek a gyermekeknek ártatlanságát és szüleik hitét. Papi szolgálatunk által áld meg őket a mai napon, hogy kegyelmedben és irgalmadban mindig előbbre haladjanak, megtartsák parancsaidat, és elérjék kitűzött céljukat általad. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.
és titeket mindnyájatokat, akik itt együtt vagytok, áldjon meg a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével.